Hello, hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóba, és most elsősorban meg szeretném köszönni, hogy az előző videómban egy nézőm eléggé durván támogatott engem, küldött eléggé sok támogatást. Ezt Milúnak köszönöm szépen külön, hogy ő így mondjuk úgy gondolta, hogy ő ezzel támogatni szeretne. Szóval neki nagyon szépen köszönöm. És másik részben most nem más fogunk csinálni, mint az előző falunkat ugye hát szétrombolták, eléggé csúnyán nullék. Szóval valamiből újra kéne nekünk ezt építeni, és ezért most eléggé sok pénzre van úgymond szükségünk, vagyis egy gyémántra. Szóval, van egy küldetés, aminél elvileg ki kell állnom próbákat, és a végén egy eléggé nagymértékű kincset tudnánk találni. Szóval most ezt kéne valahogy megkeresni, és ebből a gyémántokból majd újra kéne valahogy építenünk a falunkat. Szóval most ezért fogunk küzdeni ebben a videóban, hogy ezt megpróbáljuk megszerezni. Elvileg ebben a faluban lesznek a küldetések, és elvileg egy falusit kéne keresnem, aki ezeket a küldetéseket majd nekem megmutatja, vagy elmondja, hogy hol vannak, meg ilyenek. Szóval próbáljuk meg szépen ezeket megkeresni, de elsősorban a falusit kéne talán megtalálnunk, de nagyon sok falusi van itt, nem tudom, hogy pontosan, szerintem eléggé valószínű, hogy ő lesz az, ő az ilyen eltérő falusi, mond a többitől. Hello! Szia, hello, kedves, nem tudom, hogy milyen falusi vagy te. Kicsit furcsa, hogy egy ilyen, nem tudom, falevél kinőtt a fejedből, vagy nem tudom. Szia, idegen, mondjad, az én nevem Dani, és én egy másik faluból jövök, és null eléggé szépen ellátta, hogy mond a falunkat, és újra szeretnénk építeni. És hát ezért pénzre van úgymond szükségünk, és ezért jöttem megcsinálni azt a három darab próbát, amiről így lehet hallani a legendákba. Óza, Fránya, Null, hallottam a legendájáról. Hát igen, már eléggé sokszor összefutottam vele, mert amúgy legyőztem, azt mondtam már, haha, legyőztem. Szóval, ehhez kéne nekünk eléggé sok gyémánt, és ezért gondoltam, hogy megpróbálom megcsinálni ezt a bizonyos küldetést, amiről így hát eléggé sokan beszéltek már, szóval remélem, hogy segítesz nekem. Wow, az igen, ügyes lehetsz és bátor is egyaránt akkor. Hát igen, ezért szeretném megcsinálni, hogyha esetleg tudod, hogy miket kell csinálnom. Esetleg, ha segítenél nekem ebben, addig átnézem a kovácsokat, mert aha, a kovácsoknál szokott eléggé sok cucc lenni. Na igen, jól hallottam a teóriát. Hát, jól hallottad? Igen, jó, akkor jól hallottam, igen. És meg tudod esetleg nekem mutatni, hogyha szépen megkérlek, hogy mit kell csinálnom? Közben addig kilútolom srácok a cseszteket, mert azért ezekben az eléggé jó cuccok szoktak lenni. Itt van egy eléggé nagy kincs ebben a faluban. Ó, na, akkor megkeresném eléggé szívesen, ha esetleg lehet róla szó. Mondjuk nem tudom, hogy akkor miért nem ő találta meg. Aminek én vagyok a gazdája? Ajaj, és jó, gondolom, hogy az az én felügyelem. Aha, szóval te vagy a kincs őrzője. Jó, arról hallottam, hogy van pár küldetés akkor, amit meg kéne csinálnom, ezeket megmutatnád, hogy mit kell csinálnom, léci? Itt amúgy találtam egy papírt, srácok. 5-5-6-2. Ezek kódok? Igen, de neked bármikor odaadom, mert szimpatikus vagy. Na, akkor ideadod, léci? Küldetések nélkül, meg minden nélkül? Tetszik az ötlet? Nem. Ó, értem. Jó, rendben. Akkor mondd el, hogy miket kell csinálnom, és teljesítem. Jó, srácok, megpróbáljuk szépen véghez vinni a küldetéseket, hogy három küldetés van, amit teljesíteni kell, jó. Az első, igen. Megpróbáljuk szépen végigvinni akkor a küldetésket és kivinni az egészet. És akkor hát a falunknak, ja, úgymond újjá tudjuk akkor építeni szépen a falunkat. A megfelelő kódot kell megtalálnod. Ó, találtam itt egy kódot, esetleg ez az? Talán, nem tudom, ezt így most találtam az egyik chestben, nem? Ah. Jó, oké, akkor srácok, kódokat kell keresni. A faluban van elrejtve? A kód. Gondolom, hogy a faluban van elrejtve. Mi baj lesz egy itt? Aha, jól gondoltam. Jó, oké, easy. Oké, talán ez lesz. Gyerünk, jó. 0919, na nézzük. Ez a kód az? Ez a kód az? Falusi? Itt van. A faluban rengeteg papír van elrejtve, de csak az egyik lesz jó. Ez az? Nem? Értem, oké. Rendben, akkor nem ez az. Sok sikert, köszi szépen. Hát, srácok, akkor meg kéne keresni ezt a papírt, ami nekünk kell. Hát érdekes, mert na mindegy. Jó, megpróbáljuk szépen akkor megtalálni. Bemegyünk szépen az összes házba, és szépen
körbenézünk minél gyorsabban. Aha, ott van valami piros gyapjúba elrejtve, na várjatok. Mindjárt oda megyünk, meg ott is ott van valami. Na várjatok, előbb elfutok oda. Hát, ha ott lesz valami érdekes dolog elsősorban elrejtve, ami úgymond így érdekelhet minket. Ez mi? Második szint. Ó, hogy itt lesz a második küldetés. Jó, oké, erre rájöttem akkor, ez eléggé király. És ó, ó, eléggé durva gyémántszett. Jó, gondolom, hogy ez a második küldetéshez lesz majd a cucc. Tehát akkor én ezt így előre felveszem már, akkor mert miért ne? Hé, merre vagy? Várjál, csak felvettem a második küldetéshez majd a cuccokat, már így előre megtaláltam. Látod, mennyire profi vagyok? Nem is kell nekem megmutatni, tudom, hogy hol van a második, ennyi. Itt sincs semmi. Nagyon-nagyon nem találjuk rá, ja, rendben. Ó, oké, 06, vagy mi az, 9630, gyere ide, itt van. Mondd, hogy ez az, mondd, hogy ez az, léci. Ajj, de már! Soha nem lesz meg. Oké, ott vannak jumpok, azokat már rég észrevettem. Oda kéne valahogy feljutni, aha. Hú, aha, igen, itt kell felmenni. Jó, 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 oké, megvan. Jó, vigyük ki a jumpot, gyerünk! Jó, 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 easy, na! Oké, ezzel is megvagyunk, inkább kiütöm a felsőt, nem kell az oldalsót, jó. 1, 2, 3, 4, hát ez elég easy lenne. Itt van, tessék, megvan, ez az, ez az, mondd, hogy ez az. Léci, mondd, hogy ez az! Léci, na? Na mi az? Nem talált. Aj, nem már! Aj, Istenem! Soha nem lesz meg. Tényleg soha nem lesz meg. Ha-ha-ha, nagyon vicces, tényleg. Srácok, meg kell találni végre! Úristen, mennyi falusi tömörült ebbe a izébe. Sziasztok, hello! Na jó! Nézzünk el errefele. Talán erre még nem néztem el. Itt esetleg nem. Mennyi kód lehet még amúgy? Mert már a nagyját azért én ugye eléggé szépen végignéztem. Szóval, nem azért, de... Ah, Istenem, itt sincsen. Talán itt végre, talán esetleg... Ó! Ó, 4, 3, 5, 2. Na! Ez az! Haló! Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Gyere, gyere, gyere! Hol vagy? Hol vagy? Haló! Ott van, ott van, ott van, ott van! Gyere, gyere, gyere! Gyere, gyere! Ez az! Ez az! Na! Léci mondta, hogy ez az! Léci mondta, hogy ez az! Igen! Ó, végre! Hú, megcsináltuk! Jó, megvan az első kód, király! Haj, na végre srácok, jó hosszú izé után, de megtaláltuk. Igen, eltaláltad, grat, na! Tudom is, hogy hol van a második küldetés, szóval menjünk is szerintem el, ó, itt a kulcs. Ó, köszi, jó, rendben van. Akkor megvan a kulcs, srácok, na. Királyság hol volt? Ott volt, ugye? Valahol, igen, ott volt. Jó, akkor szerintem menjünk is oda, és nézzük meg, hogy a második szint, mi a második szintet, való, szinthet való továbbításhoz, gondolom, hogy írta. Szinthez való továbbításhoz, igen. Na, itt mi van? Itt olyan, hát itt semmi nincs sem. Aja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 j
Pit. Jó, oké, na gyerünk. Úristen, mennyi mobot lesz annolt. Bizonyított kell a bátorságot, hajrá. Hújúj. Jó, rendben. Ah, easy. Ha, ennyi. Jajajaj, sok mob lesz még itt. Nagyon-nagyon sok mob lesz még itt. Jó, 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 oké, és gyerünk, oké. Hú, azért eléggé sok mob van, de azért ebben a setben nem túl nehéz ellenük azért kiállnunk szerintem. Eléggé easy úgy ahhoz képest. Na, ezzel is meg vagyunk, ajaj, pókok, ajaj, mennyi mob van itt, srácok. Nem lesz ez így egyszerű, nagyon nem lesz ez így egyszerű, amúgy csak egy közben egy kérdés. Három darab kihívás van, vagy mennyi? Jó, megvan. Három darab kihívás van? Igen, oké. Jó, rendben van, jöhet a következő, vagy ennyi? Ajaj, igen, ilyen kis silverfishek, ezek annyira azért nem erősek. És a többi sem volt azért annyira nagyon erős, de mindegy. Annyira azért nagyon nem erősek ezek, így is van. Ajaj, boszorkányok, jó, ópiama. Jó, jó, na csináljuk a boszorkányok, utána a legjobban, mert ezek amúgy nagyon sok ütésbe telnek. Ezeknek nagyon sok HP-ük van, amit nem értek, hogy hogy. Tehát így több HP van, mint egy skeletonnak, vagy egy zombinak, vagy mindennek. Nagyon durva. Nem tudom, tényleg egy ilyen kis witchnek hogy lehet ennyi HP, mert logikusan ők a legöregebbek, a legizék, nem tudom, semmi felszerelésük nincsen kb. Szóval furcsa, na mindegy. És meg vagyok ezzel is, easy. Na, ez komoly? Egy malac? Jó, hát tessék. Ennyi. Na, ennyi, jó, meg vagyok, nyertem? Mi van rajta a méreg? Nem már. Jó, oké, megvan, na. Nyertem? Igen, jó voltál, hú, na. Jó, ezzel is meg vagyunk, kilóval nekem nem kell, mert nem nagyon lesz rájuk szükségem. Jó, jó.
Vöröskő se kell meg, ennyi lett, azt elhozom. Na! Gyere az utolsóhoz, jó rendben? Oh, köszi, oké. És na menjünk akkor srácok az utolsó küldetéshez. Az első kettőt az eléggé, hát az elsőt azért annyira nagyon nem könnyedén, de azért az első kettővel úgy ahogy megvagyunk, a második annyira azért tényleg nem volt nehéz. Merre kell menni? Hova kell menni? Igen. Ide? Oké. Stíg. Aha. És itt vajon mi lesz a feladatom? Itt van kettő csónak. Az a szegény csónak az már majdnem elsüllyedt. Ez egy stíg falusi. Na várjál, kidobálom még mindig, ami nekem nem kell. Például ezek nekem fúra nem fognak úgy szerintem kelleni. A csontot mondjuk hazavisszük kisnek. A vas szucok se kellenek szerintem. Arra úgy nagyon kell. Minden semmi nem kell. Csónak verseny. Hú, és aha, odaig tart a csónakverseny. Látom. Hú, oké, rendben van, akkor mehet. Vagy várj, szálljunk be mind a ketten, gyere. Na, oké, és akkor figyelj. Számolj vissza te, mert igazából te vagy itt a, izé. 3-2, oké, jó, gyerünk, mondd, hogy jó, oké, előrébb vagyok. Gyerünk, oké, hogy ez eléggé lazán meg lesz. Kicsikét nehezebbre számítottam, de mindegy, megvan, easy. Ez nem volt túl nehéz, azt tudom, hogy kicsikét nehezebb csónakverseny lesz, de tessék, megcsináltam. Na, ne, haha, de jó, srácok, és amúgy most mi lesz? Ügyes voltál, hát köszi. Nem volt túl nehéz, még egy kicsikét szerintem előbb indultam el, de mindegy, ez nem baj. Tessék, itt a nyereményed, na, kérem, jó. Oké, adott még egy kulcsot, és akkor ide kéne bemennem? Ez az! Megvan a gyeremény, királyság! Na, ez nem kell, ezek se kellenek, szépen minden telepokolunk, srácok! Megcsináltuk, gratul, megérdem lett, közi szépen, srácok! Meg tudtuk csinálni a falunkért ezt a, ja, jó sok cuccot úgymond megtalálni. Szóval, ja, királyság, srácok, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobtok egy like-ot a videóra, és iratkozzatok fel a csatornámra, az rettentően, de nagyon fontos, szóval még egyszer mindenkit nagyon-nagyon szépen megkérek, hogy iratkozzatok fel, és a like is nagyon-nagyon fontos. És csekkoljatok le a másik, meg a harmadik csatornámat is, vagy a első, meg a harmadik csatornámat a leírásba. Szóval, ja, ennyi, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb, és sziasztok!